A környék, ahol ezt a fokost megtalálták, a Kapos és a Sió találkozásánál fekszik. Gyánta maga idejében fontos csomópontnak számított, mely Ozora és Simon tornya között terült el. A maga nemében egy elég gazdag falu volt, meséli K. Németh András múzeológus. Nem véletlen, hogy ezen a területen sokat és sokan kutattak, nem feltétlenül a közösségi érdekeket vagy a kulturális értékeket figyelembe véve. Esetünkben azonban egy múzeumhoz kötődő detektoros fémkereső segítségével került a felszínre ez a fegyver. Ugye fokos, fokosbalta, csákány, fokos, ez egy, ugye a fejünkben a fokos van talán leginkább így a kuruc kor óta, vagy a kuruc filmek miatt. Ugye a fokosnak mindig van egy foka, ez a tömör rész, és a másik fele, hogyha balta, akkor egy éle van, hogyha csákány fokos, akkor pedig egy hegye. Ez a, ugye a fejünkben a török kor és a huszárok kapcsán ugrik be talán leginkább a csákány, de az eredete az a lovagi korszakra megy vissza, tehát korábbi, 15. századtól jelenik meg. A szerepe vagy a fontossága az volt, hogy a hegyes csőre révén a vastag egybe lemezpáncélokat és a lemezsisakokat is át lehetett vele ütni, át lehetett szúrni a hegyével. A fokával pedig, ugye ami egy nagyobb ilyen gombszerű dudor, hát ütni-zúzni is lehetett. Ugye tudjuk, hogy egy ilyen páncélba valakit megütöttek és az benyomódott, akkor akár meg is tudott fulladni. A fegyver eredete ugye lovakkorra, a 15. századra vezethető vissza, és innen került át a huszársághoz. A 16-17. Században nagyon népszerű eszköz volt, ahogy ez számos korabeli ábrázolás vagy metszet bizonyítja. Aztán persze ez átment méltósági elvénnyé, és aztán ugye a 18. századtól nagyjából meg is szűnt a használata. A keltezése ennek a darabnak igazából elég nehéz. Néhány régészeti párhuzama van, itt a hátam mögött látható az Ozorai várból előkerült, azt lehet mondani, szinte teljesen hasonló példány. Annyi a különbség, hogy a gyánti csákány fokosnak nagyon rövid nyaka van, nincsen meg az a kerek vagy nyolcszögletű talpa, ami kiszélesedik. Valószínűleg az letörhetett, és azután alakítottak ki egy ilyen rövidebb fokot. Tehát, hogyha összehasonlítjuk az Ozoraival, látható, hogy hiányzik róla ez a kerek talp. És egy nagyon hasonló került elő Szekszárd határában a Jeni Palánki török kiserőt feltárásán, Gálatilla ásatásán. Annak viszont érdekes módon a csőre, a hegye hiányzik, letörött, de még azután is használták. A sajátossága ennek a tárgynak, és az Ozorainak is, hogy két oldalt hegyes, nyúlványszerű oldal támaszok díszítik, illetve erősítik, mert kettős funkciója van, nem csak díszes, ugye látható, hogy ilyen levélszerűen hegyben végződik, fölül sajnos letörött mindegyik oldalon, hanem megakadályozta ez a két nyíl nyúlvány azt, hogy egy nagyobb ütésnél a köpűről, ugye a köpű az, amiben a nyíl belemegy, hogy egy nagyobb ütésnél a köpű leforduljon, a nyíl leforduljon magáról az eszközről. Az sem kizárt, hogy miután a kiképzése eltért az általánostól, hogy ez egy különlegesebb darab. A tárgyon látható sérülések az oldalnyúlványok hiánya, és a foknak ez az aszimmetrikus volta, ami abból fakadhat, hogy ugye konkrétan ütéseket mértek vele. Ez arra utal, hogy igencsak használták fegyverként is, akár egy ilyen csetepatéba is elhagyhatta valaki, hogy mégiscsak leesett a nyérről, vagy az is lehet, hogy egyszerűen leesett a nyerekkápáról, ahova egy hurokkal volt oda kötözve, és utána már hiába kereste a gazdája. Ez nem csak önmagában egy fegyver, tehát nem csak katonák használhatták, ugye jellemzően ebbe a korba a könnyűlovas huszárok. Ugye azért is volt fontos ebbe a korba, mert a magyar huszárok ekkor még vértes osztrákokkal, németekkel is szembe kerülhettek. Tehát, hogy a lovagi kornak ez a fegyvere ezért is ért tovább. De nem csak fegyverként működhetett, hiszen az említett metszeteken, feljegyzésekből, metszetekből tudjuk, hogy más társadalmi osztályok is, tehát nem csak katonaság, hanem parasztok, polgárok, nemesek is használhatták önvédelmi fegyverként. Tehát, mint ahogy ma egy bottal megyünk a természetbe, ez ott lóghatott bárkinek az oldalán. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy egy messziről jött katona vesztette el ott, hanem az is lehet, hogy egyszerűen valakinek ez az önvédelmi fegyvere volt, és tehát a falu lakója lehetett akár, és ő is elhagyhatta, akár éppen védekezés közben, persze ezt nem tudjuk. Semmiképpen sem gyakori darab.
Azt még egyszer kiemelném, hogy az oldalnyúlványos változata, tehát a csákányfokosok közül az még ritkább, amennyire a tárgybemutatásakor utána néztem, viszonylag kevés publikált példány van. A Nemzeti Múzeumnak van egy nagy ütő-sújtó fegyver gyűjteménye, ahol magángyűjtemények anyagait is bevonták. Ott sikerült néhány 17. századi darabot találni, tehát maga a tárgy is ebben a formájában elég ritka. Bár kiképzése szerint alkalmas lehetett volna háztartási eszköznek, ezeket a fokosokat csak harcászati célra használták. Arra ott voltak a balták, amiről a publikációban azt közlik, egyaránt szolgálta a ház életét, és ha kellett, fegyverként működött a gazda kezében. Ez a fegyver megközelítően 400 évet töltött a földben, és ez bizony meglátszik az állagán. És még egy mondat a detektoros fémkeresésről. K. Németh András azt mondja, minden olyan esetben, amikor a fémkeresővel felfegyverzett kutatók a maguk hasznára találnak sokszor milliós értékeket képviselő fémtárgyakat, és azt nem a múzeumnak szolgáltatják be, akkor egy közösség elveszíti azokat a tárgyi emlékeiket, melyek megerősítik identitását egy helyhez, egy közösséghez, vagy tágan értelmezve egy nemzethez.